egy nagyon kedves idős néni, akinek 3 gyermeke van, és egyedül él. Nagyon behúzták valami hiteles dologban, és nyugdíjából 10 000 forint maradt, miután mindent kifizetett. És megkértem a családsegítős hölgyet, hogy legyen kedves utána nézni, hogy van-e valami lehetősége. 70-en felüli néniről beszélünk. És olyan szerencsésen alakult a dolog, hogy valami adósságrendező hitellel meg tudták oldani a problémáját, és pont ma volt, hogy megköszönte a segítséget, és hogy ugye nekem ebből nem lesz problémám. És mondtam, hogy nem magának, és hogy megmarad most már fele nyugdíja, és ez olyan nagy dolog. És úgy örültem, hogy én ezt meg tudtam tenni. Ez nagyon nagy dolog. Hogy valakinek nem kell nyomorogni, hanem egy picit többet tud költeni. Keserő Erzsébet FAD tanyagondnoka. Az a munkája, hogy a külső területeken élők mindennapi gondjain segítsen. Igazi lokálpatrióta. Azt mondja, el sem tudná képzelni máshol az életét, mint itt, a Duna partján. Mi tartott a FAD-on? Én születésem óta FAD-on lakom, és nem is szeretnék elmenni innét. Nagyon, én úgy gondolom, nagyon szép környezet veszi körül FAD-ot. Itt egy gyönyörű Dunapartunk, nagyon szép kis falu ez, és én eléggé röghöz kötött vagyok, én szeretnék itt maradni FAD-on. Könnyebb úgy, hogy az ember minden fűszálat ismer? Szerintem igen. Jó, hát ezt meg kéne próbálni máshol, hogy viszonyítani tudjunk, de nekem fontos, hogy én ismerjem az itt lakó embereket, hogy én mindenkinek köszönhessek. Nekem ez fontos, hogy én ilyen napi kapcsolatban legyek az emberekkel. Nem annak indult, mint ahová most elérkezett. Nem, nem. A kereskedelemből lovagoltam át ide, erre a pályára, mert ott úgy éreztem, hogy már elég, és azt nem szeretném, és ez teljesen véletlen volt, hogy én itt kötöttem ki, de nagyon örülök, hogy ide sodort az élet. Nagyon sok tanulsággal járt, sok mindent meg kellett tanulnom, és végülis változatos a munkám, és én nagyon szeretem ezt csinálni. És jó érzés, amikor én tudok segíteni másokon. Mégis a kereskedelemben is szinte naponta, illetve biztosan emberekkel van dolga. Ez a helyzet nem változott. Nem, nem, ez nem. És mondjuk nagy előnyöm volt, hogy a kereskedelemből ide átjöttem. A boltból nagyon-nagyon sok embert ismertem. És ugye, mivel tanyagondnok vagyok, Dombori tartozott hozzám is külterület, és a domboris nénik, bácsik, mindenki oda járt hozzám vásárolni, úgyhogy nagy változás nem volt az életemben, mert továbbra is napi kapcsolatban voltam velük, úgyhogy, és ez nagyon jó dolog. A mindennapi parizer mellett ott is szó esett a mindennapi problémákról? Igen, igen, azért megosztottuk, hogy ki mit főz, kinek mi a problémája, ki a beteg a családba, unokák hogy vannak. Ilyen családias kapcsolat volt, és én a mai napig igyekszem, hogy az emberekkel így legyek, hogy ilyen közvetlen kapcsolatban tudjam, hogy kinek született unokája, kinek mi a problémája. Ez fontos, számomra nagyon fontos. Van egyfajta megbesültség érzése ebben a dologban? Igen, én azt gondolom, hogy igen. Igen. Mi az, amivel ezt el lehetett érni? Hát azért az emberekhez úgy kell fordulni, meg kellett tanulnom ebbe a szakmába azt, hogy hogyan segítünk, hogyan adunk, ne sértsük meg a másikat. Főleg azt, akinek szüksége van a segítségre, hogy úgy tudjunk segíteni rajta, hogy ő ezt ne érezze megalázónak. És úgy tudjunk adni, hogy jó szívvel, de tényleg, hogy ez ne úgy jöjjön le, hogy én felsőbbrendű vagyok, mert én tudok segíteni. És olyan jó, amikor utána megköszönik, hogy segítettem és könnyítettem az életükön, és lehet, hogy nekem ez nem került olyan sokba, és meg tudtam tenni. Nem viseli meg lelkileg az, hogy nap mint nap nehéz helyzetben élő emberek jönnek a problémájukkal? De néha van olyan, amikor az ember így padlóra kerül lelkileg, mert olyat lát, vagy egy kis kedves öreget olyan helyzetbe talál, amit lehet, hogy jobb lett volna, hogy nem lát. Akkor azért úgy padlóra kerül az ember, de amikor ilyen nehéz helyzetben vagyok, akkor úgy általában szoktam kapni vagy egy jó szót, vagy egy kedves gesztust, amikor azt mondom, hogy igen, ezért érdemes tovább menni, és tovább csinálni ezt az egészet. És mikor a 95 éves néni
azt mondja nekem, hogy a Jóisten áldását kéri az életemre, és köszöni a sok segítséget, akkor ennél többet az ember, én azt gondolom, hogy nem kaphat. Azt gondolom, hogy ha valakitől azt mondják, hogy ő tanyagondok, az emberek azt gondolják, hogy valamit ott a szőlőkben, a földeket, tehát valami ilyesmit csinál. Ehhez képest azért messze nem erről van szó. Igen, nem, ez nem erről szól. Ez egy nagyon okos dolog, és jó, hogy kitalálta a Kemény Berci bácsi annak idején, hogy a külterületeken élő embereken is segítsünk, és megpróbáljuk őket helyzetbe hozni. Ugye például csak Domborira utalok, hogy nincsen bolt, nincs iskola, elég öt pár buszjárat van naponta. És jó dolog, hogy ezt kitalálták, és ez van, mert ugye akinek gyógyszerre van szüksége, bevásárlásra, csekket befizetni, én ezt mind el tudom neki intézni, és meg tudom oldani. És ez szerintem, aki külterületen lakik és idősül, neki ez nagyon nagy segítség. Ha a külterületekről nézve látja Fadot, akkor az elmúlt néhány év fejlődéséről mi a vélemény? Hatalmasat fejlődött a falu. Hatalmasat fejlődött. Szoktam mondani, hogy itt ami az ember életben a bölcsőtől a sírig szükség van, az minden megtalálható. Tényleg mindenünk van, és nagyon szép lett a falu. A vidéki élet szépsége megjelenik? Amiről azt mondják, hogy a vidéki élet szépség? Hát szerintem igen. Igen. Egyrészt, hogy az emberek azért közvetlenebbek, másrészt meg hát olyan szép területeink vannak Faddon, hogy ez nem biztos, hogy egy városba visszaköszönne. Ugyanakkor látja azokat a problémákat is, amikkel tovább kéne menni a településen? Hát igen, azért lenne itt még mit fejleszteni, közösséget kovácsolni. Azért polgármester úr rengeteg dolgot megoldott, de hát azért maradt itt még feladat bőven, úgyhogy lenne itt még mit csinálni, hogy egy picit jobb legyen az életünk, de tényleg amire szükségünk van, az megvan, de lehetne itt még elsősorban fiataloknak szórakozó helyet, közösségeket kovácsolni, hogy egy picit jobban összetartsunk, ezt azért úgy meg kéne tanulnunk. Többféle Fad van? Tehát van egy őslakos faddi közösség, és van egy bevándorlói közösség? Igen. Igen, mert ugye akik Paksról kiköltöztek Tokajba, Dunapartra, az egy más világ, és ők nem hiszik el, hogy az öreg a faddi régi részén, hogy ami van esetleg probléma, ők olyan hihetetlennek tartják, hogy ilyen van, mert ők nem tudnak róla, mert ők egy más világban élnek. Nyilván, hogy ott ők egy kicsit elzártabbak az ilyen dolgokkal kapcsolatban, de ezért kettő fajta fad van, igen, mondhatjuk úgy. Lehet közelíteni a kettőt? Persze, és ezt meg is kell tenni. Meg is kell tenni, hogy azért közeledjünk egymáshoz. Meg hogy azért mindenki tudja, hogy itt miről van szó Faddon. Ezt azért úgy mindenkinek a szem elé kéne tárni. Miről van szó Faddon? Hát azért, aki lent lakik például a Tokajba, vagy itt a Wólentöbölbe, annak egészen más problémái vannak, mint mondjuk a Mátyás Király utcába, Sport utcába, Kossuth utcába, és ők nem szembesülnek ezzel nap, mint nap. Mert ez egy kicsit úgy csendesebb, ez a Wólentöböl, Tokaj, Dunaparti rész csendesebb, mint a falunak a régi része. Jó, hogy van ez az új rész is, mert nyilván, hogy kell, meg én örülök, amikor szól valaki, hogy házat keres, házat szeretne venni, és azelőtt én 73 házat föl lehetett sorolni, hogy van eladó a faluba. Most viszont két hét alatt elmennek a házak úgy, hogy meg sincs hirdetve. Jó dolog, hogy ennyien szeretnének ide költözni, meg hogy azért viszonylag jó híre van a falunknak, ez is jó dolog. De hát azért nyilván, mint máshol itt is, azért vannak problémák. Érzi azt, hogy fiatalodik a település, vagy azt érzi, hogy öregszik? Nem, én szerintem fiatalodik. Nagyon sok fiatal beköltözik, itt szeretné elképzelni az életét, és ez jó dolog. És jó dolog az is, hogy mondjuk más településről jönnek ide, én azt gondolom. Mert mindenki másként látja az életet. Nyilván másként látja az, aki itt lakik, meg másként, aki ide költözik. Mert hát, hogy látnánk egyformán, hát nem láthatjuk egyformán a dolgokat.
Úgyhogy én örülök neki, és nagyon sok fiatal van, és amikor én megkérdezem már, hogy hú, ez ki, mert nem ismerem, akkor egy jó dolog, hogyha fiatal, és van azért olyan fiatal, aki megtalálja nagyon hamar itt a helyét a faluba, és tevékeny részese a közösségnek, és ilyenekre szükség van. Dombori egy külön élettörténete ennek a településnek. Nagyon-nagyon sokan szeretik az üdülőkörzetet, de nagyon sokan, akik oda költöznek, úgy érzik, hogy egy picit el van hanyagolva. Igen, ezt mindig megkapjuk, hogy ők mindig külön világban vannak. Tény és való, hogy egyre többen költöznek ki. Az is valószínű, hogy ők úgy érzik, hogy el vannak hanyagolva. Hát nyilván, hogy lehetne ők mindig fejleszteni, meg igazítani. Hát ezt a két nézőpontot ezt ütköztetni kéne, és közös nevezőre kellene hozni, úgyhogy... De én azt gondolom, hogy amit lehetett, megtettek a falu vezetői azért, hogy ez közel legyen egymás felé. Lehet még Domboriból nagyobb üdülőközetet csinálni, vagy betöltötte a helyét és szerepét? Hát szerintem lehet. Meg tényleg olyan jó érzés, hogy reggel megyek le Domboriba, hogyha valakinek valami dolga van, ugye vár, hogy intézzem el, hogy egyre több autó jön velem szembe, hogy mennek be Tolnára, Szekszárdra dolgozni, hiszen akinek autója van, annak már nincs itt távolság, mert szerintem ugyanolyan jó lehet ott kint lakni, mint Tolnán vagy Szekszárdon, és autóval bármi elérhető ma már. Úgyhogy hát az öreg falut sajnálom, ott nagyon sok idős kis kedves öregem elhunyt már, de vannak fiatalabbak, hát azoknak meg sajnos nincs már ránk szükségük, úgyhogy mert hát autó, és intézik a dolgaikat, úgyhogy... Ha önön múlna, akkor mik lennének azok a lépések, amiket gyorsan meg kéne tenni a falu tovább lépése érdekében? Hát a strandot mindenképpen meg kéne valósítani, mert hát azért szégyen, hogy itt van a Duna, és sajnos ugye 4 embernek a kezébe van, és nincsen strandunk. A strandot mindenképpen meg kéne valósítani, hogy azért Faddon legyen egy strand. Meg hát azért végül is szerencsések vagyunk, mert tényleg minden középületünk föl van újítva, mindenünk megvan, új egészségházunk, orvosunk, mindenünk, de én még egy picit a temetőbe tudnék ott egy kicsit rendet tenni, meg ott azért, mert nem csak a múltunk van ott, hanem a jelenünk is, meg a jövőnk is. Úgyhogy én még ott szeretnék egy kicsit, vagy ott tudnék elképzelni egy kis változtatást. Meg a strandot, azt mindenképpen arra nagy szükség lenne. Van, el szokott azon gondolkodni néha, hogy milyen lesz majd a település 10 év múlva? Hát én remélem, hogy gyönyörű szép, és hogy nagyon szép lesz a környezete, és hogy tényleg öröm lesz itt továbbra is élni. Számított valamit a paksi fejlesztés? Igen. Mit lát? Mi az, ami lökött a település fejlődését? Hát azért nyilván, hogy Paksról anyagi segítséget is könnyebben kapunk. Sokan költöznek ide, aki Pakson képzeli el a munkáját, munkahelyét, vagy a jövőbeni munkahelyét, ami tényleg jó, mert azért nem mindegy, hogy kik költöznek ide a faluba, azt tudjuk, úgyhogy ez nagyon fontos. Hogy azért jó kvalifikált emberek vannak itt, vagy azok is vannak itt. Van még hely a faluban valahol, ahol fejleszteni lehetne, hogyha még esetleg jönne betelepülő, abból azoknak lakhelyet lehessen kialakítani? Sajnos építési telek nincs, hát házat lehet vásárolni és azt alakítani. Hát de nyilván, és remélem, hogy az építési telek ügy is megoldódik. Egyszer, mert arra is szükség lenne, hogy tudjanak itt építkezni a faluba. Mondta az előbb, hogy jó lenne egy kicsit a civil életet fölvirágoztatni. Mi az, ami van, és mi az, amire szükség lenne? Arra lenne szükség, hogy a fiatalok egy kicsit jobban összekovácsolódjanak, és egy picit jobban vigyék az életet a faluba. Hogy legyen közösség, a nagy családosok egyesülete, Meg egyáltalán a fiatalok, mert van a Boróka énekkar, van tánccsoport, van
a nyugdíjasok tényleg az egy jó kis ütőképes csapat, csak a fiatalok részéről hiányolom én ezt, hogy miért nincs ilyen összejövetel, meg úgy jobban össze lehetne fogni, és egy kicsit összetartani, és azért, ahol ők meg kéne, hogy jelenjenek egy kis frissítésként. Van arra lehetőség, hogy nekik valamiféle olyan helyet kialakítsanak, ahova ők el tudnak járni, és el tudnak... Hát egyelőre nincs, de azért lehetne, meg lehetne ezt oldani. Meg is kellene, mert azért szükség lenne arra, hogy normális kultúrált körülmények között leüljenek, és tényleg megígyanak egy üdítőt vagy egy sört, megbeszélgessenek. Erre most sajnos így mód és lehetőség nagyon nincs, de ezt meg kellene oldani. Azt mondja, hogy az öregek megkeresik, a fiatalok is megkeresik? Igen. Mondjuk nekem szerencsém van, mert tényleg jó kapcsolatom van a falu 95%-ával, úgyhogy elég sok mindent megoldottunk már fiatalokkal és idősekkel is, ha valahol probléma van, és segíteni kell. Én hála Istennek még akárhova oda mentem, én sehol nem lettem visszautasítva, hogy nem segítenek. Van néhány ember, akivel közösen tovább tudja vinni az ügyeket? Hát szerintem van. Mert az a mondás igaz, hogy kell egy csapat ahhoz, hogy sikeres lehessen az ember. Igen, mondjuk én tényleg szerencsésnek érzem magam, mert nekem jó barátaim vannak, meg olyan jó emberek vesznek körül, és tényleg azt mondhatom, hogy én meg tudom oldani a dolgokat, mert segítenek bárhol. És jó érzés az, amikor az embert nem utasítják vissza, hogy jaj, hagyjál már meg, nem érek le meg, hanem azt nézzük, hogy tudjuk megoldani, és ez olyan fontos dolog. Ez egyfajta szervező erő lehet, ha valakinek ilyen pozitív a viszonya a környezetével? Hát lehet, lehet. Segítsége abban, hogy a dolgok előre haladjanak? Hát igen, mert én azért úgy végig szoktam gondolni, hogyha valami probléma van, vagy valamit úgy szeretnénk megoldani, hogy is meg kihez tudok fordulni, és akkor azt azért úgy meg tudjuk oldani, hála Istennek. Úgyhogy ritka az, amikor úgy föl kell adni, azt nem szeretem. Szerencsésnek érzi magát? Igen, mindenképpen. Ha úgy elkezdené újra, akkor ugyanezt csinálná? Valószínű, hogy ugyanígy csinálnám. Hát azért egy-két dolgot igazítanék az életemen, de nagy részét ugyanígy csinálnám. De hogy faddon? De faddon, azt mindenképpen faddon. Úgyhogy én nem szeretnék, én nagyon sok felé jártam az országban már, nagyon sok szép helyen, de soha nem éreztem azt, hogy nekem máshova kéne költözni. Én szeretek hazajönni, ez a szülőfalom, úgyhogy én ezt nem hagynám el.